Nagy Károly főterén román idő szerint 16 órakor már gyülekeztek a magyar ünneplők és a román demonstrálók, akik a 17 órára meghirdetett szoboravató ünnepségre érkeztek. Kovács Jenő, Nagy Károly polgármestere megnyitó beszédében úgy fogalmazott, Kölcsey Ferenc megérdemli, hogy Györffy Lajos szobrászművész alkotása révén újra Nagy Károly mindennapjainak részévé váljon. A magyar állam támogatásával készült műalkotást Novák Katalin köztársasági elnök vette védnökség alá. Reményekre ad okot, és örülök, hogy a hazai meghívottak mellett magyarországi közjogi méltóságok is jelen vannak ma Nagy Károlyban, Párciumban, mint ahogy általában székelyföldi avatókon. Ezt a jó szokásokat remélem ezután is megtartják, ha másért nem, hát Kölcseyért és a himnuszért. Üdvözöljük újra Nagy Károlyban Kölcsey Ferencet! Köszönöm, hogy meghallgattak! Kelemen Hunor beszédében felidézte a honfoglalás 1000 éves évfordulójára készített korábbi Kölcsey szobor történetét. A Károlyi kastély előtt álló szobrot ugyanis ismeretlen tettesek az 1930-as években először csak megrongálták, majd fejét lefűrészelték. A himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából Románia miniszterelnök helyettese azt mondta, egy Kölcsey szobornak bárhol méltó helye van, ahol magyarok élnek. Emellett hangsúlyozta, a költő nem csak az irodalmat, de a közéletet is szívügyének tekintette. Hölgyeim és uraim, legkevesebb három okát látom annak, hogy Kölcsey Ferenc szobrának jó helye van Nagy Károlyban. Egyrészt a himnusz szerzőjeként, az egyik legnagyobb magyar költőként helye van bárhol, ahol magyarok élnek, ez nem vitás. Nagy Károly annak a nagyjából 50 kilométer sugarú körnek a központja, ahol Kölcsey élete nagy részét töltötte. Másrészt itt Nagy Károlyban vált politikussá, bár úgy tartották, hogy magányos ember Kölcsey, de az ő élete is olyan volt, mint ezen a vidéken sokaké. Egyszerre tudós, költő, irodalomszervező és közéleti ember, mert ilyen volt a kora. Megkövetelte, hogy egy tudós, egy költő ne csak a nyelvvel foglalkozzon, hanem a nemzetével is. Ne csak az írással, hanem a hazával is. Kölcsey és kortársai nélkül bizonyára nem lett volna, vagy teljesen másképpen lehetett volna a szabadságharc. S bár Kölcsey azt nem érhette meg, ám mindazok, akikre hatással volt a forradalom élvonalában, annak alakítóiként maradtak meg a történelmi emlékezetünkben. Novák Katalin köztársasági elnök úgy fogalmazott, nemzeti imádságunk úgy jeleníti meg a nemzet egységét, hogy újra és újra megteremti azt. Nagy Károly városa a mai napon Kölcsey Ferenc szobrával gazdagodik. Mi pedig mindannyian gazdagodunk a bizonyossággal, hogy éljünk bármilyen húzatos vidékén a világnak, éljünk bármilyen vérzivataros időket. Mi magyarok határon, innen és túl egymásra mindenkor számíthatunk. Györffy Lajos alkotását a Városháza előtti téren a köztársasági elnök leplezte le. A költő egész alakos bronz figurája a mögötti tömbön a himnusz partitúrájából látható részlet, amely mára egybefort a nemzeti imádság soraival.